Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országház, tisztelt meghívott vendégek. Óriási megtiszteltetés, hogy sportolóként szólalhatok fel ebben a napirendi pontban, és teremben ugye olimpikonok ülnek, volt sportolók, akik nap mint nap így élték az életüket, és tudják, hogy mit jelent a sport. Ha belegondolunk, hogy az 1956-os forradalom után a 60-as római olimpián a magyar társadalom és a magyar sport milyen eredményt ért el, akkor ha megnézzük, 6 arany, 8 ezüst és 7 bronzérmet. Hogy a magyar társadalom és a magyar sport az mindig is egy olyan összetartó erő volt, és olyan erőt mutatott mindig a magyar társadalomba, ami 56 után a 60-as olimpia példát mutatott. És ha összehasonlítjuk mondjuk a 60-as római olimpiának a lehetőségeit, azoknak a sportolóknak, edzőknek a lehetőségeit a mostanival, akkor azt gondolom, hogy óriási, hihetetlen nagy különbségek vannak. És akkor is bizonyítottak a sportolóink, és biztos vagyok benne, hogy most is bizonyítani fognak. Örülök, hogy eddig nagyjából így a sportmedrébe zajlik a vita néhány kitekintésen kívül, mert jövőre olimpia lesz, nagy reményeink szerint az Európa-bajnokságon részt fog venni a labdarúgó válogatottunk. Van a magyar sportnak egy olyan felfutása, és van egy olyan jelene, amit azt gondolom meg kell becsülni és tisztelni kell. Tisztelni kell az óvodás sportolótól elkezdve azokat a profi sportolókat, akik mondjuk professzionális szinten csinálják, de azokat a szülőket, gyermekeket is, akik nap mint nap óvodába, iskolába, utánpótlásba, szabadidőbe, tömegsportba, idősek sportolásával kapcsolatosan teszik a tevékenységüket. A magyar társadalom, én azt gondolom, de a magyar politikán és az olimpiai mozgalom az mindig is nagyon-nagyon fontos volt és kiemelt volt. Ugye itt a napokban megjelent a hír, és olvastam, hogy 20 milliárd forintos támogatást ad a kormány az olimpiai felkészülésre. Én nagyon remélem, hogy egy sikeres olimpián veszünk részt. Nagyon-nagyon remélem, hogy a magyar társadalom és a magyar sport megint büszke lehet azokra az emberekre, akik majd nemzetünket képviselik. Támogatható minden olyan törvényjavaslat, jelen esetben a jelenlegi is, amit a Magyarországgyűlés most tárgyal. Azt gondolom, hogy akár a himnusz kérdés és azok a törvényjavaslatok, amik módosításra kerülnek, legyen az technikai, vagy legyen az érdemi és szakmai. Nagy reményeim szerint, és én úgy látom az anyagból, hogy ezt szakemberek állították össze, és szakemberek által készített olyan javaslat, ami most előttünk fekszik, és erről vitatkozunk és tárgyalunk. Ha megengednek, én most egy személyes példát szeretnék elmondani önöknek. 2015-ből, 6-ból, ha egy-két évet tévedek, elnézést kérek, Szombaten voltam önkormányzati képviselő, és nagy hírrel bejelentették akkor, hogy Szombathely futballstadiont fog kapni, aminek nagyon örült mindenki, még a közülés is szavazott róla, hogy hol legyen a helyszíne, mekkora stadiont fogunk kapni. Ez elég nagy vitát váltott ki akkor a politikai térféle minden egyes pártnál és minden egyes képviselőnél. Nem maga azzal a ténnyel, hogy stadiont építünk, mert kellett egy új stadion Szombathelyre, a régi Rohonczi úti stadion már eléggé leírt állapotban volt, hanem arról, hogy ezt hogyan akarjuk kivitelezni, hogyan fogjuk föntartani, és ezzel majd mi lesz a jövőben. Én magam akkor egy javaslatot tettem, és minden ellenzéki képviselő, de még a kormánypárti képviselők is egyetértettek velem abban, hogy legyen egy üzemeltetési, fenntarthatósági, megvalósíthatósági tanulmány, hogyha felépítünk egy futballstadiont, azt utána hogyan fogjuk felépíteni, és hogyan fogjuk fenntartani. Én egy ausztriai példával éltem, én előtte Ausztriában futballoztam egy pár évet, még a profi labdarúgói karrierem után, ahol elmondta egy volt elnököm, hogy ők úgy készítenek egy stadiont, mint otthon mondjuk valaki a családi házat, hogyha megcsinálom a házamat, fölépítem, akkor tudjam, hogy mennyibe kerül havonta a villany, a víz, a gáz, hogy a fenntartási költségeim minél kevesebbe kerüljenek. Na hát Szombathelyen ez nem sikeredett. A 9,6 milliárdra tervezett stadionunk az közel 20 milliárdba került. Eltelt 6 év, és az első években már rá kellett döbbennünk arra, hogy nem tudjuk a stadiont fenntartani, nem tudjuk kifűteni, mert nincs annyi pénze az önkormányzatnak, hogy ezt a stadiont fenntartsa. És itt nem tudom, ha valaki esetleg nem tudná, akkor az önkormányzatnak át kellett adni a fenntartást a magyar államnak, amit ugyanúgy önök fizetnek, mindegy, hogy a jobb zsebből vagy a bal zsebből, de önök fizetnek, mert nem tudjuk fenntartani, vagy nem tudtuk fenntartani. Nem tudom elképzelni, hogy 2015-től kezdődően egy stadion beruházása, és ez most csak egy példa Szombathelyről, de ebben az országban rengeteg ilyen példa van, hogy ott tartott a magyar politika, és ez egy óriási kritika részemről az önök irányába, hogy irgalmatlan sok pénzt elköltöttek stadionépítésre, és ugye ez is egy politikai vita és egy politikai
szerintem napi vita, hogy érdemes volt ennyi stadiont felépíteni és ennyi pénzt rákölteni, de én még fontosabbnak tartom azt, hogy ezeket fenn kell tartani, üzemeltetni kell, állagmegóvást, és meg kell tölteni tartalommal, nézőkkel, és ezt folyamatosan évtizedeken keresztül fel kell tudni tartani és működtetni. Ebben a magyar kormánynak akkora felelőssége van, hogy hihetetlen. Tehát az, hogy 2015-től kezdődő stadion beruházásoknál önök a fenntarthatóságra, üzemeltetésre nem foglalkoztak, az egy akkora kritika, amivel azt gondolom, hogy érdemes lenne foglalkozni, és csinálni egy tanulmányt, hogy hihetetlen sok milliárd mire ment el, és miért nem használták fel a megújuló energiát, vagy azt, hogy egy stadiont úgy kell felépíteni, hogy azt minél olcsóbban lehessen fenntartani. Szerintem ez kivitelezhető lett volna. De hogy mi is a valóság, ugye jelen pillanatban pár héttel ezelőtt tárgyaltuk az Aquatic Worlds-nek az idehozatalát, és ha jól emlékszem, akkor ugye a tagball és a judo után Magyarországon lesz az Aquatic Worlds-nek a központja, akkor már itt megemlíteném, és egy elég nagy cikk terjedelmesen foglalkozott azzal, hogy egy több százmilliárdos beruházást terveznek a Glan gépgyár területével kapcsolatosan, ez csak hírként jelent meg. Ha esetlegesen ezzel kapcsolatosan majd történnek lépések, akkor legyen szívesek meghallgatni azt a javaslatomat, amit most itt elmondtam többször, hogy foglalkozzanak azzal, hogy ezeket a létesítményeket hogyan lehet fenntartani minél olcsóbban, minél gazdaságosabban és minél jobban. A másik a társasági adóval kapcsolatos dolog, amivel több képviselőtársam is kitért már. A társasági adónak köszönhetően azt gondolom, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig a magyar sportnak az a lélegeztető gépe, amely a magyar sportnak nagyon is kellett és nagyon is jó volt, hogy ez megtörtént. De az, hogy a TAO pénzek elköltésével kapcsolatosan milyen ellenőrzési folyamatok és milyen visszaélések voltak, azt gondolom, hogy a mai napig ez nem derült ki, mert azért itt is voltak olyan országos hírek, hogy nem megfelelően lettek ezek a pénzek elköltve, és nem megfelelően lettek felhasználva. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan visszamenőleg akár 5-10 évre volt-e bármilyen nemű vizsgálat, hogy ezeknek a hatékonysága, ez mennyire valósult meg, és azok a befektetett pénzek, azok a TAO pénzek, amiket ezekre elköltöttek, azok nagyjából hogyan is hasznosultak. Itt az előttem szóló képviselő úrral egyet kell értenem, ez pedig a sportorvoslás, a sportorvosi engedélyekkel kapcsolatosan. Én magam gyakorló edző is voltam, és rengeteget foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és azt gondolom, hogy most ez az a plénum, ahol ezzel lehet foglalkozni, és valamilyen szinten még itt a törvényjavaslat is érinti. Nagyon-nagyon fontos, hogy a sportbalesetek és azokkal a sporthalálokkal kapcsolatosan, amelyek sajnos évről évre néha előfordulnak, akár sportpályákon, és legyen ez bármilyen sportág, hogy ebben nagyon-nagyon nagy szigorral kell, hogy fellépjünk, és nagyon nagy szigort kell, hogy tartsanak az orvosok, és a megelőzés, a vizsgálatok, az EKG vizsgálatok, a terheléses vizsgálatokkal kapcsolatosan, a sportorvosi engedélyek kiadásának a felülvizsgálatát és annak a szigorítását én mindenféleképpen javaslom, mert minden ember érték nagyon-nagyon fontos, minden egyes sportoló, aki kimegy a szüleivel, az edzőivel, azért az életért felel, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az élettani funkciókat, ezeket az élettani vizsgálatokat, ezeket a sportolóknál lefolytassuk. Én azt is külön megköszönném, hogyha erre a magyar kormány és a magyar sportot támogatók, és ugye a kétharmados felhatalmazással bírnak, erre minden lehetőségük megvan, és tudjuk azt, hogy 1000 milliárdok mentek a sportba, de azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben, amennyi pénzt önök a professzionális sportra költöttek, azt gondolom, hogy meg kell nézni az arányszámokat, hogy a szabadidősport, a tömegsporttal kapcsolatosan, és azokat a szülőket, akik mondjuk nap mint nap, de mondjuk egy havi rendszerességgel a tagdíjaikat fizetik, és higgyék el, nem egy egyszerű dolog, ha mondjuk valaki egy vagy két gyermekét viszi sportolni, akkor ott súlyos tízezreket kell fizetni azért, hogy a gyermekeiket sportolhassák, és bármelyik egyesületbe sporttevékenységre mellett buzdítsák. Én büszke vagyok a magyar sportolókra, büszke vagyok a magyar társadalomra, és röviden összefoglalva a kérésem az lenne, és nagyon örülök, hogy eddig szakmai és nem politikai vita folyt, hogy a magyar politikának meg kell találni azt a mesdjét, meg kell találni azt a határt, hogy hol van a politikai sport közötti az a folyosó, amikor a sportnak vagy a politikának nem szabad a sportra rátelepednie. Én hiszek abban, hogy Magyarországon megvannak azok a szakemberek, és megvannak azokkal a tudással felvértezett edzők, vezetők, akik igenis tudják, hogy a saját szakmájukban mi az, amivel a lehető legjobb eredményt lehet elérni, de én sportolóként is mindig az ellen voltam, hogy ha már egy politikus és egy politika akar beavatkozni egy klub működésébe, egy szervezet működésébe, legyen az bármelyik sportág, akkor azt gondolom, hogy a problémák ott kezdődnek el igazán. Tehát ennek a vitának is az lenne a lényege, hogy a magyar politikának addig kell
haladni, és addig kell ezt a részt fenntartani és működtetni, amíg a szakmára nem telepszik rá, nem megy át a szakmaiságon túl, hanem megtartja a tiszteletét a magyar sportnak. A magyar sportnak óriási tisztelete volt, ezt a magyar politikáról nem lehet elmondani, de kérem önöket, hogy ezt vegyék figyelembe, és a kétharmaddal bíró magyar kormány tartsa tiszteletbe a sportolókat, tartsa tiszteletbe azokat a szülőket, azokat a családokat és sport egyesületeket, amelyik tisztességgel működteti a rendszerét, és nagyon-nagyon kérem, hogy a magyar politika ne telepedjen rá a magyar sportra. Köszönöm, hogy meghallgattak.